Üdvözlöm Önöket, Sarka Kata vagyok, ez pedig az SZ-Zsír Életmód Percek. Extrém sport vagy pont egy lehetőség arra, hogy megnyugtassuk az idegrendszerünket? A következő percekből ki fog derülni, hiszen egy sportlövőedzésen forgattunk Németh Kristóffal és a kedvesével Zitával. Jönnek a részletek is a következő 4 percben. Jó napot, mester! Szép, megtisztelsz, köszönöm szépen, szervusz, Kristóf! Németh Kristóff a Western filmek hatására kezdett el érdeklődni a fegyverek iránt. 10 éves korától pedig már sportlövészetre járt. Mi az, hogy járt? Háromszoros magyar bajnok volt. Később azonban döntenie kellett, hogy a versenyszerű lövészetet vagy a színházat választja. Ma már tudjuk, mi mellett tette le a voksát, de a lövészet azért hobbi szinten megmaradt. A Hűtlenség Ára című darabot a Fórum Színházban mutattuk be nemrégiben, és ebben a krimi vígjátékban előkerül egy marok lőfegyver, egy ehhez hasonló pisztoly. Na most, mivel hogy én lövész voltam, meg vagyok is, ezért a színpadon sem viselem, hogyha kellékpisztolyokkal játszunk, olyanokkal, amik ilyen műanyagfegyverek, vagy nem tudom, öngyújtó pisztoly. Tehát kellett vásárolnunk egy színházi fegyvert, pontosabban egy éles lőfegyvert színházi fegyverré alakítani. És ha már ezt diktálta az élet, akkor azt gondoltam, hogy én visszatérek a lövész sportba, és azóta a Magyar Rendőrségi Szituációs Lövész Klub tagjaként, most már versenyzőjeként rendszeresen minden héten több alkalommal járok le edzeni. Kristóff szenvedélyesen rajong a lövészetért, de időközben fia Lóci és párja Zita is a fegyverek rabja lett, persze mindenki a maga módján. Zita velem jött le először a lőtérre, erre a lőtérre, bár azt kell mondjam, hogy nem ez volt az ő tűzkeresztség ebből a szempontból, két szempontból sem. Egyrészt azért, mert már volt ő, mint kiderült, ezen a lőtéren. Tehát egy alkalommal azelőtt, mint hogy velem lejött volna, ő egyszer már járt ezen a lőtéren és megismerkedett a fegyverekkel, akkor még nem voltunk egy pár. De ami ennél sokkal meghatározóbb, az ő édesapja, aki egy nagyszerű ember, ő igen nagy és igen komoly vadász. Tehát náluk otthon, gyerekkorától kezdve az teljesen természetes volt, hogy lőporszag, olajos tisztítókendők, lőszerek, kilőtt hüvelyek. És egy laza pumpáló mozdulatta, mint a filmekben, például kedvencem Arnold Schwarzenegger is. Lássuk, mit tud ez a fegyver. Engem mindig is érdekeltek az extrém sportok, meg a kevésbé nőies dolgok is, tehát én boxolni is jártam, meg ez a lövészet is. De Kristóffal, hogy lejöttem, és akkor itt már oktatóval tanultunk lőni, és hát hétről hétre jobban lövök, pontosabban lövök, úgyhogy nagyon megtetszett és nagyon szeretem, úgyhogy mindig nagyon várom, hogy újra jöhessünk, és tanulhassak új dolgokat. Lőrinc fiam is már bekapcsolódott a lövéssportba, nyilván ő a légfegyverekkel ismerkedik meg, de elmondhatom a 10,5 éves gyerekemre, hogy mind pisztolyjal, mind puskával, igaz, hogy légfegyverrel, de tökéletesen pontos lövész, és hihetetlenül fegyelmezetten tartja a lőtér szabályait. Én szerintem, hogyha egy gyerek fegyelmet tanul, sportol és nyelveket beszél, akkor tulajdonképpen kapott egy olyan örökbelépőt az élet jó oldalára, aminél többet egy szülő nem is adhat. Egy, hogy nagyon kikapcsol, tehát feszültséglevezetésre is hihetetlenül jó. Nagyon kell koncentrálni, nagyon fegyelmezetnek kell lenni, nagyon kell összpontosítani, úgyhogy ez erre is jó, hogy ezt megtanulja az ember. Én szerintem a lövészethez fontos az, hogy az embernek mondjuk biztos keze legyen, az, hogy ne remegjen, ez tényleg fontos. Ez adottság is, meg életmód kérdése is. Fontos a jó szem, bár lehet korrigálni, még akár szemhibákat is, de a legfontosabb szerintem a kötélidegrendszer és a hihetetlen fegyelmezettség. Egy lőtéren a legfontosabb dolog a fegyelem és a szabályok betartása, a nyugalom és a jó tervezés. Hogyha az ember ezt megcsinálja, akkor még ki is fejlődhet az a készség, ami azt gondolom, hogy bennem alapadottság is volt, az, hogyha én addig nem állok ki a lőállásból, ameddig az előttem lévő célokat le nem küzdöttem, és ez igaz itt is, meg igaz képletesen is. Németh Kristóff számára a lövészet nem is csak egy hobbi, a színészethez is rendkívül sokat hozzáad. A lőpályán megszerzett képességeket ugyanis később a színpadon kamatoztathatja. Ilyen az, hogy a lövészet fegyelmezettségre tanít, fejleszti a koncentrációt, az állóképességet, és emellett még precizitást, éberséget, önuralmat is követel. Tartsanak velünk legközelebb is itt az SZ-Zsír Életmód Percekben!
Viszlát!